Nőnap alkalmából a török Szent Miklósi rendőrkapitányság rendőrei idén is virággal kedveskedtek a női közlekedőknek. Milyen érzés volt, mikor most önt leintette a rendőr? Kicsit meg tetszett ijedni? Én meglepődtem, mert hát szabályosan is akarok közlekedni, meg nem is nagyon szokott ilyen alkalom lenni, vagy kétszer életemben állítottak meg, és ez meg nem jutott eszembe, hogy esetleg most a nőnap. Ó, hát nagyon szépen köszönöm. Na, hát ilyen is van öregségemre legalább már. Nagyon köszönöm. Boldog nőnapot. Érdekes dolog ez, hogy jó további érzés. Utat jó érzés, mert rendben van, tudom minden, mégis az egyenruha egy kicsit. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmességet. Török Szent Miklóson minden évben felhívják a figyelmet a rendőrök a biztonsági eszközök használatára a közlekedési eszközökön. Az ellenőrzés után, ha mindent rendben találtak, virággal köszöntötték a hölgyeket a rendőrök. Milyen érzés volt, amikor leintette önt a rendőr? Különösebben nem. A fiam kerékpárszerelő, úgyhogy a biciklim az teljes mindig rendben van. Tehát akkor semmi félelemérzet nem volt, és a virágnak körül így nőnap alkalmából? Igen, köszönöm szépen, nagyon. Volt, akinél fel kellett hívni a figyelmet néhány apróbb hiányosságra a kerékpáron, de volt olyan hölgyvezető is, akinek ez volt az első közúti ellenőrzése az életében. További jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Meglepődtél most, hogy leintettek a rendőrök, vagy sűrűn szoktak igazoltatni? Igen, meglepődtem igazán, mert ez volt az első igazoltatásom, még nagyon friss a jogosítványom. De mindent rendben találtak, és gondolom örülsz a virágnak így nőnap alkalmából? Nagyon örülök neki. Minden igazoltatás így sikerülhetne? Hát sikerülhetne, igen. március 16-án a Vécsei emléktáblánál tartotta megemlékezését a Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsey Ferenc általános iskolája. A tiszteletadáson az iskola diákjai mellett koszorút helyezett el Révi Attila önkormányzati képviselő és a járási hivatal képviseletében Keskeny Ervin. A diákok elhelyezték a megemlékezés virágait. Az óvodások nemzeti színű virágokkal emlékeztek, majd felcsendült a Kossuth nóta. Éljen a magyar szabadság, éljen a A tiszteletadás a Kossuth út 48 szám alatti emléktáblánál folytatódott, ahol az Aranykaputag óvoda óvodásai emlékeztek a szabadságharc hőseire. Az emléktáblánál Kovács László önkormányzati képviselő helyezte el a város koszorúját. január 1-től jogszabályi változások következtében itt Törökszent Miklóson is megszűnt az a rendszer, hogy a zöld hulladékot, amely otthon termelődött, teljesen mindegy, hogy milyen formában, azt be lehetett szállítani a kommunális szolgáltató non-profit Kft. Hulladék udvarába. Erről már szóltunk, hogy ez január 1-től megszűnt, és házhoz menő zöld hulladékgyűjtés lép majd életbe és érvénybe. Ráadásul csak olyan zsákban, amit a kommunális szolgáltató ugye meghatároz. Erről szeretnénk most már akkor bővebb információt, hiszen március 16-ától elkezdik árusítani ezeket a zsákokat, amelyekbe össze lehet szedni a zöld hulladékot. Azóta történt-e már olyan például, hogy jöttek volna január 1-e óta, és zöld hulladékot szerettek volna itt lerakni? Igen. Hát valójában a lakosság egy jelentős része nem jutott el az információ, amit a képviselőtestület már elfogadott a hulladékrendeletben, meg nyilván a lakosság nem figyeli a törvényi változásokat, ami általában a hulladékkezelést körül mozog, és ezért sajnos voltak már olyan lakosok, akiket egyszer nem tudtunk fogadni, nem tudtuk elhelyezni az általuk beszállítani kívánt zöld hulladékot. Egyébként ez a jogszabályi változás, ez január 1-től lépett életbe, és az egész ország területén kötelező a zöld hulladékok gyűjtése, legalábbis a zöld hulladék keletkezés, illetve annak az ártalmatlanítása valamilyen úton, módon. Ennek a mi körülményeink között, ami megoldható, az, hogy a zöld hulladékot házhoz menő gyűjtéssel a közszolgáltató összegyűjti, majd a térségi
lerakóba helyezi, ahol ott ki van alakítva megfelelő technológia ennek a zöld hulladéknak a kezelésére. Erre más mód nincs a jogszabály ebben a pillanatban, illetve a technikai háttér, ami rendelkezésünk rá, nem felel meg másfajta megoldásnak. Tehát akkor az a zöld hulladék, amit itt a Rökszer Miklóson a házaktól összegyűjtenek, közben sem kerül egyáltalán ide a kommunális szolgáltató telepére? Nem. Nekünk a jogszabályi megfelelésnek megfelelően nem áll módunkban, még elméletileg még az autóban levő tört mennyiségi hulladékot sem a telepünkre beszállítani, ezt megint csak a jogszabályi kötelezettségei írják elő, amíg szigorú uniós rendeleteknek, uniós irányelveknek felelnek meg. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nekünk a gyűjtött zöld hulladékot, de egyébként a szelektív hulladékot is, minden esetben valamilyen a engedélyekkel rendelkező, ártalmatlanító, lerakó vagy válogató műbe kell vinnünk, és erre van jogosultságunk, hogy ezt a hulladékot mi szállítsuk. Magyarán akkor ez 2 póra kerül rögtön? Igen. Ebben a pillanatban a technikai feltételek mást nem biztosítanak számunkra. Nem történt az elmúlt években olyan beruházás, hogy itt másfajta megoldás születhessen. Ez mondjuk érthető is, hiszen annak idején évekkel ezelőtt a akkori Törökszent Miklósi önkormányzat belépett ebbe a társulásba, amely kistérségi hulladékkezelést a 2 poli lerakóval oldja meg. Ez nyilván akkor egy olyan döntés volt, aminek a következménye, hogy itt nem is épülhetett az utóbbi időben olyan hulladékkezelő mű, ami másfajta megoldást eredményezne. Így, mint a társulásnak a tagja Törökszent Miklós város önkormányzata, mi pedig, mint az ő közszolgáltatójuk, ennek megfelelően nem áll más lehetőség módunkban, mint hogy a zöld hulladékot a 2 poli lerakóba hordjuk be. Milyen időközönként fogják összegyűjteni házaktól a zöld hulladékot? Az a helyzet, hogy nincsen még erre tapasztalatunk, mert a lakosság, amit ide hordott hozzánk, az ugye folyamatos volt. Mindenkinek úgy, ahogy otthon keletkezett, behordhatta korábban. Ebből nem nagyon tudjuk megállapítani azt, hogy most milyen lenne a tényleges igény. Ráadásul ugye ez meg időjárás függő, hiszen például a fűnyírás az attól függ, hogy süt-e a nap, vagy esik-e az eső, és van, amikor nagyon nő a fű, amikor meg kevésbé. Valamint vannak olyan szezonális munkák, amikre mondjuk nyilván fel tudunk készülni, de előre egy évre tervezni és eltalálni azt a hetet nem túl könnyű. Ezzel együtt mi a idei hulladékgyűjtési tervünkben épp úgy, hogy a szelektív, a sárga tetejű kukáknak az ürítését, épp úgy a zöld hulladékos zsákos gyűjtést is beterveztük, és a kedves fogyasztók felé az elmúlt időszakban a számlával együtt egy kicsi kártyanaptárban ki is küldtük, valamint ezt a naptárban követhető az, hogy mikor melyik fajta hulladékot gyűjtjük, valamint az interneten, illetve hát a médiákban és azoknak a honlapjain letölthető ez a naptár, ez a táblázat. Ennek a sűrűsége az a mi általunk vélelmezett legjobb megoldás. Bízunk benne, hogy ez a lakosoknak is meg fog felelni, bár biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek és nem minden esetben. Mit kell akkor tudni még arról, mibe beletehetik magát a zöld hulladékot, mert az sem mindegy, hogy mibe fogják kirakni a házuk elé. Hogyha nem megfelelő, mibe kiteszik, tehát teszem fel, csak úgy semmi nélkül kirakják, vagy különböző nejlon zacskókba, zsákokba, szatyrokba fogják kihelyezni, akkor azt sem fogják elszállítani. Az a helyzet, hogy ez megint nem azért van, mert mi olyan finnyások vagyunk, hogy a kollégáim nem akarják megfogni a fekete színű zsákot, mert ők csak a zöld színű zsákot kívánják elszállítani. Az a helyzet, hogy ennek a hulladékkezelési technológiának a leírását megint jogszabályok írják elő, és január 1-től, 2016. január 1-től ebbe a lerakóba csak olyan hulladékot lehet beszállítani, ami biológiailag lebomló zsákban van. Most abban a pillanatban, hogyha mi esetleg oda mennénk egy járattal, ami tartalmazna nem biológiailag lebomló zsákot, és azt mondjuk egy hagyományos hulladékgyűjtő zsákot, amit bármely árvázban lehetne, vagy lehet vásárolni, abban kívánjuk lerakni, akkor egyszerűen a fogadó mű, a ilyen esetben a 2 poli lerakó megtagadhatja az átvételt. Vagy ott helyben nekünk a hulladékgyűjtő járműben szét kéne válogatni a különböző zsákokat, ami meg azt gondolom, hogy
eléggé költséges és fárasztó munka lenne, hogyha ezt nem egységesítenénk. Azzal viszont, hogy ez az, hogy ne forduljon ez elő, így viszont felkészültünk úgy, hogy eleve már a hulladéklerakó kezelőivel egyeztettünk, hogy műszakilag milyen bizonylatokkal, illetve milyen műszaki tartalommal kell rendelkezni annak a zsáknak, amit ez a biológiai lebomló fogalom takar. Ennek megfelelően mi ugyanazt a zsákot használjuk, mint a NHS, aki a szolnoki hulladékkező, aki a legnagyobb beszállító ide a két lerakóba. Ugyanazt a minőségű, ugyanazt a gyártótól származó zsákot használjuk az idén, az ő jóváhagyásukkal, beleegyezésükkel. Sajnos ittben más nem tudunk kompromisszumot kötni, másfajta zsákot nem tehetünk, nem vihetünk a lerakóba, úgyhogy ezt viszont csak a kommunális KFT-n keresztül tudjuk nyújtani a lakosoknak, ami egy emblémával ellátott zsák, mert így tudjuk biztosítani, hogy a lerakáskor ezek a zsákok nem képeznek kivételt, és nem zárják ki azt, hogy mi odaürítsük az ölt hulladékot. Hol lehet ezeket a zsákokat beszerezni? Mikortól mekkora zsákok egyébként ezek? Mennyi űrtartalom? Tehát mennyi zöld hulladék fér ebbe bele? Hát ez olyan 60-80 liter körüli zsák, ezt most azért nem tudom megmondani pontosan, mert a hosszra és a szélességre van megadva, persze nyilván most ki lehetne számolni, de ez az a lényeg, hogy ezek adott méretű 60-80 liter körüli zsákok, és ezekben kérjük kihelyezni a hulladékot, a zöld hulladékot. A beszerzési lehetőség az pedig itt a telephelyünkön lesz, a piacon, a piacfelügyelő irodában, illetve a kertész ABC-vel fogjuk kihelyezni ezeket a zsákokat. A jövő hét közepétől, tehát a 16-ától, pont most egy a hosszú hétvége előtt kapjuk meg ezeket a zsákokat, így a szállítótól, így most a jövő hét hétfőket sajnos kiesik, de onnantól kezdve a jövő hét szerda, tehát az 16-a, onnantól kezdve rendelkezésre tudjuk bocsátani ezeket a zsákokat. Mennyibe kerülnek ezek a zsákok? Az a helyzet, hogy ezeket a zsákokat nekünk is meg kell vásárolni, és a megfelelő bűbizonylatokkal ellátva kell majd bemutatni a lerakónál, hogy ezek megfelelnek a technológiai előírásoknak. Az ára egyébként az 95 forint lesz, és azt gondolom, hogy ez még mindig egy elfogadható ár, bár az is igaz, hogy a korábbihoz képest ez a lakosságnak többet terhet jelent, viszont csak így tudunk eleget tenni azoknak a törvényi, illetve műszaki eljárásoknak, amik az idei évtől életbe lépnek és szabályozzák a mi munkánkat. Március 12-én a hazai szurkolók legnagyobb örömére sikerült egy nagyon kiegyenlített mérkőzés utolsó perceiben megszerezni a 2 pontot a Székácsnak Orosházi ellenfelével szemben. A mérkőzéssel a hazai csapat edzője, Szloska Krisztián a drukkerek véleményével ellentétben már kevésbé volt elégedett, mely véleményének hangot is adott kameránk előtt. Összességében, hogyha egy dióhéj mondatba kéne értékelnem, akkor értékelhetetlen volt a teljesítmény. Nyilván azért egy-két szóban el tudom mondani, hát ugye egész héten azt súlykoltam a fiúknak a fejébe, hogy túl függetlenül az utolsó helyezett az Orosháza, ezzel a folyamatosan 60 percig ugyanazt a játékát játsza, és hogyha mi meg fogjuk azt engedni nekik, hogy külső gólokat vagy beálló gólokat lőjenek, tehát könnyen tudjanak gólt szerezni, szemben a mi támadásainkkal el fogjuk rontani, hát ez lesz belőle. Nyilvánvaló ez is lett belőle, tehát ezt lehet látni. Hát valami tragédia volt, tehát egyszerűen nem is tudom, olyan bajnokság nincs, ahol ennyi technikai hibát tud véteni, és nem egy, nem kettő, nem kompletten az egész csapat. Hát egy-két embernek biztos, hogy el kell gondolkozni, vagy rádöbbentem arra, hogy ha itt akar maradni a Székácsba, akkor valószínűleg ennél sokkal, de sokkal több kell, mert nem a küzdéssel volt baj, én úgy gondolom a mai mérkőzésen sem, hanem azzal, hogy támadásban ennyi labdát, most nem tudom, de szerintem ilyen 20-25 technikai hibával NB1B-be férfi kézilabdát nem lehet játszani. Tehát, hogyha valaki csalni akarja a kézilabdát, akkor el kell mennie valóban máshova megpróbálni ezt, mert én úgy gondolom, hogy ez senkinek nem hiányzik. Nagyon egyszerű, hát ugye most az, hogy kettős ember előnyünk volt, az egy dolog. Volt egyes ember előnyünk is, arról én nem tudom, tehát az, hogy középső 3 poszton lévő embereink oda dobják az ellenfélnek a kezébe a labdát, tehát ez valami katasztrófa számomra, hát nyilvánvaló, hogy nekem is megvan ebbe a felelősségem, aztán majd
megpróbálom kitalálni, hogy mi lehet a probléma. Azért mi gratulálunk a győzelemhez, és további sok sikert kívánunk. Hát köszönjük szépen a csapat nevében. Az idei tanévben is nagy hangsúlyt fektetnek a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában arra, hogy megkönnyítsék a gyermekek és szüleik döntését abban, hogy mely intézményt válasszák az óvodás évek után. Juhász Anikó, az iskola igazgatóhelyettese beszélt arról, hogy milyen programsorozat keretein belül mutatják be iskolájukat a kíváncsi családok számára. Csak nem két évtizede már, hogy a városban elsőként beindítottuk az iskola nyitogató foglalkozásainkat a beiskolázás keretében. Ez egy minőségbiztosítási modell a holland belső gondozói rendszernek a keretében. A szülők, a tanárok és a gyerekek próbálnak mindent elkövetni azért, hogy megfelelő döntést hozhasson a család abban az ügyben, hogy a gyermekét milyen intézménybe és hová íratja be. Célunk az, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük az iskola, illetve a tanulás iránt, illetve a szülők pedig bepillantást nyerhessenek a tanítási programjainkba, hogy honnan, hová próbáljuk eljutatni majd a gyermekeiket a 8 év alatt, amit az iskolánkban töltenek. Meghirdettük az iskola nyitogató foglalkozást. Ezen a foglalkozás sorozaton, ez egy hat alkalmas sorozat, a gyermekeknek kínálunk egy 30 perces foglalkozást minden egyes alkalommal, ahol megismerkedhetnek a tanítónénikkel, mi is megismerhetjük a gyerekeket, próbáljuk megfigyelni őket különböző szerepekben, mennyire érdeklődnek különböző dolgok iránt, legyen ez a sport, a kézilabda, vagy éppen az angol nyelv, a mondókázás, a dalolás, esetleg a számolás iránt milyen affinitást mutatnak. Minden egyes alkalommal valamilyen kis kézműves foglalkozás is van. Most éppen láthatták, hogy kis gólyákat készítettek a gyerekek a tavasz közelettével kapcsolatosan. Emellett a kedves szülőknek is mindig próbálunk valamilyen újdonságot nyújtani. Minden egyes alkalommal bemutató órákat tartunk. Ez az első osztálytól a 8. osztályig föleli a tanulócsoportjainkat. Tehát egyrészt szeretnék megmutatni, hogy kezdetben, első osztályban milyen angol órákat láthatnak, majd milyen módszerekkel tanítanak a kollégáink, milyen játékos módszerekkel dolgoznak a kollégák, hogyan használják az interaktív táblát. Aki nem bemutató órát szeretne nézni, valamilyen előadást is választhat. Azt gondolom, hogy minden szülő találhat olyan ismeretet, ami egyrészt segíti majd a beiratkozásnál, a döntésben, hogy milyen iskolába, hová, milyen programra írassa be a gyermekét, illetve a későbbiekben is a tanulmányok során is az első évben kimondottan kapnak itt praktikus ismereteket. Juhász Anikó kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a rendezvénysorozatuk évről évre hasonlóan sikeres, átlagosan 60-70 gyermek vesz részt a különböző foglalkozásokon, illetve a hivatalos beiratkozási időpontokról is szót ejtett. Az eredményességről azt mondhatom el, hogy népszerű az iskola nyitogatónk, minden évben egy 60-70 család érdeklődik a programjaink iránt. Még 2 foglalkozásunk lesz most a beiratkozás idejéig, ami április 14-én és 15-én lesz, és 8 órától 19 óráig várjuk majd a kedves szülőket, akik végül is majd minket választanak. Szabadidős programjainkról elmondhatom még, hogy a hagyományos Hunyadi Gála lesz az, ami április végén szintén következik. Az év vége felé még egy IKT napot fogunk tartani, illetve egy hagyományosan nagyon sikeres és nagyszabású gyermeknapi rendezvényünk lesz a strandon, illetve a sportcsarnokba, ahová most a Talamba együttest is szeretettel fogjuk várni. Tehát a tanulás mellett azért vannak kicsit kikapcsolódásra is alkalmat adó programjaink. Én azt gondolom, hogy a Hunyadi Iskola egy jó közösség, ahol a diákok, a szülők és a pedagógusok együtt tudnak működni. Remek eredeti és kipróbált programjaink vannak. Folyamatosan és fokozatosan megújuló tanítási gyakorlatot folytatunk, és erről azt gondolom, hogy az előbb említett fórumokon is lehet információt gyűjteni. Az iskolaválasztás minden szülő és minden gyermek életében nagyon fontos döntés. Ugyanakkor érdemes jó alaposan körüljárni a kérdést, hiszen egy életre meghatározhatja azt, hogy milyen karrierrel élép a gyerek.
Döntsenek hát úgy, hogy alaposan mérlegelték a kérdést. Kis műsorunkkal ebben próbáltunk segíteni, és természetesen a közeljövőben is az iskolaválasztásig minden olyan információt igyekszünk képernyőnkön keresztül eljuttatni önökhöz, amely segíthet a döntésben.